felmerült egy olyan igény, hogy az Asszály Monitoringra adatszolgáltatásra lenne szükség Asszály Monitoring kapcsán, és innen jött az ötlet, hogy mi lenne, ha a CRMS Kft. Építene egy olyan műholdat, ami ezeket az igényeket megfelelően kiszolgálja. És ennek az egész kezdeményezésnek az élére állt a Combit Zrt., mint konzorcium vezető, megalakult egy konzorcium bevonva az Óbudai Egyetemet és a Széchenyi Egyetemet, így kiteljesítve a csapatot a downstream-es feladat, tehát azokkal az adott feldolgozási feladatokkal, amikkel az általunk és a műholdunk által gyűjtött távérzékelt adatot gyakorlatilag egy Asszály Monitoring döntés támogató rendszerbe be tudják csatolni, és elkezdtük ezt a projektet megépíteni. A mi feladatunk, mint CHMS, elsődlegesen a műhold építése és a maga a küldetés megtervezése is. Egy 6 unitos műholdat építettünk erre a célra, ami magában hordoz két kamerát, két elég komplex kamerát. Az egyik egy multispektrális kamera, ahol jellemző távérzékelési sávokat választottunk ki, 6 különböző sávot, és ezen kívül még fejlesztettünk, CHMS által fejlesztett Sphere kamera rendszer, amivel 1550 nanométeres sávban, kifejezetten egy tipikus vízsávban tudunk még távérzékelni. Mi építeni jobban a kompetenciát, mint a Learning by Doing metodológia. CHMS-nek a hatató szakmai támogatása mellett mi magunk is fejlesztettünk egy szenzorkártyát. A mikrorezgések mellett olyan eszközöket is igyekeztünk rajta elhelyezni, amivel további izgalmas vizsgálatokat tudunk majd elvégezni. Nem minden nap adatik meg, hogy az embernek a munkája kijusson a világűrbe. Ennél közelebb valószínűleg nem fogok jutni az űrhajózáshoz, úgyhogy ez volt számomra a fő erő, hogy bevállaljam ezt a meglehetősen szoros határidejű és elég intenzív munkát. Óbudai Egyetemnek a rendpályázaton belül alapvetően az a feladata, hogy hát majd rendelkezésre álló műholdos adatokból egy hasznos információt nyerjük, és ezt az információt tudjuk átadni a felhasználók részére. És a felhasználó, az egyik alapvető felhasználó az a mezőgazdaság, vagy erdészet, környezetvédelem, de reméljünk, hogy nem csak itt felsorolt területek részére tudunk szállítani hasznos információt. TR-11-gel fogunk repülni hamarosan. Próbáltuk már korábban a repülést úgy, hogy volt köztünk és a rakéta között egy OTV, az mindig egy picit megnyújtja a beüzemelés folyamatát, most viszont direkt a transzporterre leszünk rögzítve, és így gyakorlatilag a felbocsájtás végigkövetése után egyből indul az izgalmas rész, beüzemeljük a műholdat, igyekszünk minél előbb beüzemelni, hogy még ott a nyár végi időszakban lehetőleg távérzékelt adatokat tudjunk továbbítani, még a nagyon-nagyon felhős időszak előtt ezeket az adatokat minél előbb ki tudják értékelni.